Üdv a Vágott Virág tanyáról, és külön üdvözlet a Dália kedvelők és gyűjtők csoportjában. Azért hoztam létre ezt a csoportot, mert imádom a dáliákat, és nagyon sok mindent szeretnék még tanulni róla, hiszen úgy érzem, hogy minél jobban megismerem őket, annál kevesebbet tudok róluk. Úgyhogy számítok rá, hogy itt sok tapasztalt dália kedvelő lesz ebben a csoportban, és hát kicseréljük egymással az ötleteket, vagy ki éppen mit, hogyan csinál. Bocsánat a szélért, itt majdnem mindig fúj a szél, és esküszöm, hogy még 10 perccel ezelőtt nem volt ekkora szél, de most fejeztem be a napi feladatot a dáliákkal, és gondoltam, hogy csinálok egy ilyen videót. Hát egy kicsit rólam, én nem vagyok szakértő, egy néhány éve, 5 éve foglalkozom dáliákkal, és egyre inkább beleástam magam, és most az idén már körülbelül 1200 gumót, vagy dugványt, vagy hajtást ültettem el itt ezen a területen, ami mögöttem van. Hát azt most nem tudom megmondani, hogy hány négyzetméter, de esküszöm, hogy majd le fogom mérni, és akkor egyszer ez is téma lesz, hogy ez mekkora terület. Ugye tavaly sokkal kisebb területen gazdálkodtam, de aztán olyan jól sikerült az, hogy sok gumóm lett, hogy kimerészkedtem ide a tanya nagyobb részére, és hát több virágom lesz, meg hát persze én sem bírtam ki, hogy ne rendeljek újra új fajtákat, úgyhogy közel 70 féle virágom van, és hát elég nagy számú, nagyon sok munka van vele. Én ezt nem főállásban csinálom, úgyhogy azért el vagyok maradva dolgokkal, és tudom, hogy van, akinek már most virágzik a dáliája, szerencsés. Én nálam sajnos nem, sőt, én megmondom őszintén, hogy amik bimbókat most találtam a növényeken, én most azokat is leszettem, hogy egy picit késleltessem, illetve hogy hagyjam, hogy még nagyobbra nőjenek a virágok. Bocsánat. Egy másik videóban meséltem, hogy háromféle állapotban vannak most a virágaim, hiszen ültettem simán gumókat, hajtattam gumókat, ugye azok a gumók már gyökeret eresztettek, illetve egy-egy hajtást rajta hagytam, illetve sok vágást csináltam ezekről a gumókról, amit gyökeresztettem, és ebben a formában is elültettem. Úgyhogy kicsit trükkös volt az eleje, hiszen voltak már kész növényeim, félig kész növényeim, és például ugye a gumók, amelyeket nem szabad locsolni addig, amíg ki nem hajtanak. Úgyhogy ez is egy kicsit nagy feladat volt az ültetés időszakában, hogy egy részét már locsolni kellett, és a többit pedig nem lehetett. Valószínű, hogy többet nem fogok bele ilyen dologba, vagy csak nagyon külön fogom elültetni, hiszen most próbáltam ugye egy-egy tábla mögé helyezni a különböző állapotban lévő dáliákat. Nyilván majd jó lesz, csak nagyon munkás volt, de hát minden év egy tapasztalás. Csepegtető öntözéssel gondozzuk őket. Itt van egy tartályunk, és biztos, hogy lesz még másik is, mert azért valószínű, hogy ez kevés lesz, mert elég nagy a terület, és mellette van egy kút, amiből tudunk vizet szivattyúzni, úgyhogy egy ilyen 5-6 méterről, úgyhogy talán elmondhatom, hogy nagyjából esővízzel, tehát elég jó felszíni vízzel tudjuk őket locsolni, illetve a tartályba tudok bármilyen plusz finomságot, tápszert, bármilyen erjesztett levet, trágyát hozzáönteni, és ez például csalán, akkor szoktunk feloldani, vannak baromfik itt nálunk a tanyán és otthon is, és akkor baromfitrágyát szoktunk feloldani vízbe, azt öntjük bele,
és még lomtrágyát szoktam készíteni, és abban szoktam a későbbiekben lefújni őket. Van egy ilyen komposztea készítő gépem. Már tavaly is nagyon sokat használtam, úgyhogy közvetlenül a leveléről fogja majd felszívni az értékes tápanyagokat a virág, és hát mindent vegyszermentesen csinálunk. Igyekszem azért is, hogy magamnak is legyen tulajdonképpen egy napló arról, hogy mi történik a dáliákkal. Én is sokat tanulok abból, amit fel kellene jegyzetelni, de jegyzetelni nem mindig van kedvem, mondjuk videózni sem, de próbálom ilyen videó formájában megőrizni akár magamnak is. Van már jó néhány videó és a Vágott Virág weboldalon tényleg nagyon sok minden leírást találhatsz a dáliákról mindenféle fázisban, videókat, képeket, stb. Úgyhogy érdemes megnézni, hogyha szeretnél ezzel a virággal foglalkozni, illetve annak is, aki még eddig nem mert belefogni, hiszen olyan bonyolult, meg be kell tenni, ki kell venni, stb. Úgyhogy hát az idén majd én is próbálok újdonságokat is bevinni ahhoz képest, ahogy eddig csináltam, meg hát amit tőled fogok tanulni, azt is hasznosítom mindenképpen. Úgyhogy örülök, hogyha a tagja vagy a csoportnak, annál jobban, hogyha aktív tagja vagy, és hát ilyenek a dáliák.